Éves zárásunk, rohan az idő, most 8 zenei növendékünk, illetve Jónás Katalinnal, Horváth Istvánnal együtt 10 növendékünk színesíti a mai esténket, és első alkalommal az általános iskolások közül, leginkább a 3. 4. osztályosok közül Lázár Ervin Döpödöm című mesejátékát fogják előképpen. Hallgassák meg Kis Béla bácsi és Jónás Katalin előadásával kettő darabjukat teszik.
Én írom a legszebb verset, senki se tud leelőzni. Te meg ma minti lesznek a döntőbírók. Miféle döntőbírók? Én írom a legszebb verset, senki se tud leelőzni. Addig, ameddig egyesével kezdtek el beszélni, addig nem veszem a kezem a fülemről. Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, hogy ő itt a legnagyobb költő, és bármelyikünk ilyen szebb verset tud kitalálni, egy szóval herceg. Még hogy én hercegem? Igenis. Hadd mondja végig a romot. Elhatároztuk hát a költői versenyt rendezni. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Mamiti a kicsi zöld idő eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat. Természetesen az én versem. Ezen nem újjam. Ki akar versenyezni? Én! Amúgykor Minka Makával pártvárni mentünk az erdőbe, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy nem tudom a panaszról. Ez nem vers, kikérem magamnak. Hallod, Minka Maka? Azt mondja, nem vers. Hát bizony, kedves Lajos, ez tényleg nem vers. Miért, amikor a sorok szépen egymásra elvonnak írva, és minden sor egy betűvel kezdődik, akkor miért nem vers? Miért nem vers? Miért nem vers? Csak. Elj mi a kötyünk anyókán, a szobában lakik itt bent. Állj, ezt nem te írtad. Ki a zöldög írta volna? Nem, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez? Jó, jó, de ezt már régen megírt a Petőfi Sándor. Mi meg abban egyeztünk meg, ha jól emlékszem, mindenki saját kötelező. Ki az a Petőfi Sándor, még sohasem hallottam a nevét. Elég szégyen, de a verset akkor is ő írta, a légyszíves sárt volt, amit előadni. Na jól tudok én mást is, idesítsetek. Elkentjük, anyó, miért ő így bentlakik a szobában kent? Ohó, ugye ezt mondod, kitekedve, és ráadásul én sincs benne. Hívnek kell benne lenni? Hát nem át, de ne az anyám tyúkját mondjad, akármit tekerjéted, úgyis te is menjük. Na jó, akkor nem az anyám tyúkját mondom, apám tyúkját. Mert szintén elkentjük a pó, mi a tő, itt benne lakik a szobában kell. Fú, én mindig költő, ne én szabadzom, kérjük! Így nem lehet szabadni. Hát nem. Legszebb állat az a makonda, de nem tudja ezt a makonda. Ha lehet ellenik a makonda, céltikolná az a makonda. Ja, miféle versez ilyen erővel, azt is mondhattad volna. Legszebb állat az a naménes, de nem tudja ezt a maménes. Harát terelnék annak én, hogy szép tiporna az én. Hogy azt is mondhattad volna, legszebb állat az a macsolda, de nem tudja ezt a macsolda. Harát terelnék a macsolda, szép tiporna az a macsolda. És azt nem mondanátok, hogy milyen csodát jelent ez az a macsolda, meg az a macsolda? Ugyanaz, amit az anakonda, az a semmit. Az anakonda igenis egy állat. Ki ismeri? Senki! Nem értessék megnézni a természetudományi kis lexikonban, ha nincs bent, vágjanak föltözik rára. Kinek van természetudományi kis lexikonban? Senkinek! Ezen nem olyan. Csiribi, legyen itt egy csiribá, természetudományi kis kis lexikon trucs. Hányadik betű az ABC-ben az A? Hátulról vagy előre számítva? Itt van az 59. oldalon. Anakonda, Eunectis murinus, állat, 10 méterre is elérő dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatait körülbelül és összeroppantja. Hát legyen neked ez a legszebb állat. Ha elpusztul a tülök, szarvából lesz a tülök. De ha elpusztulok, belőlem nem lesz tülök. Hát az biztos, mert már most egy nagy tülök vagy. Még hogy elpisztülök? Elpisztülök a rűgéstől. És legyen, ki következik? Én egy egészen rövid verset írtam. Halljuk! Szerda ablakában csütörtök ül, és Ordi csütörtök ül. Miért csütörtök ül Ordi? Mert csütörtök, ha péntek, péntek ül ordítanak. Idegen nyelveket nem tud. Nem, ez egy műveletlen csütörtök. Hallj a következőt. Vállam, aki van, mi nem hatod őkül fel.
Nem ér egy hangot, sértek belőle, arról nem volt szó, hogy hol tentottál, és lehet rá se fülni. Eszed tokját, hogy tentottál, ez igenis magyar így van. Akkor én megveszem a fülem. Már meg is hozhatom. Hadd mondja, légy valamit. Vállam, de ki való fram, virámákkal bőgök fram, valamakkal bőgök fin, virámákkal bőgök fram, valamakkal bőgök fin, valamikkal bőgök fram. Játolám vers. Igenis vers, és hogyha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta írj nekem egyet. Nem is kell leírnom, papásból is elmondhatom. Kómir elő kőtyúval, kamor ileg kütyőül, kőmúr aló kótyjel, kemúr elő kütyőül, kimerülő kutyával. Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyával? Kimerülhet egy zsebrámban, vagy esetleg egy helymászod egy kutyával? Esetleg elfárad. Miért nem fárad, ha te egy kutyahol? Vagy a kutya nagyon nyomta belülről. Jó, de hogy a verset írtam, mégis az én találmányom. Ez igaz! Találmánynak nem rossz, csak versnek. Halljuk az utolsó versenyzőt. Nem ér a plam-plam-plam-plam-plam-plam. No, csak azért kiabázt, mert nem tudod, mit jelent dömdödöm verse. Miért? Mit jelent? Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret. Engem is. Téged név szerint is megemlített. Éljen dömdödöm, adjuk neki az első díjat. Adjuk, te győztél! Majd kölcsönadhatod a krumpi főzelékembe.